A Felső Tiszán a határ környékén, valamint Tiszabecsnél és a Tivadari híd környékén folytatódik az árvízvédelmi töltésfejlesztés az új mértékadó árvízszintnek megfelelően. 2016-ban tervek készültek további árvízvédelmi komplexumok létesítésére. Előkészítés alatt van a Tisza-Turközi tározónak a megépítése, ez Milota, Tiszabecs, Tiszakóró, Tiszacsécse térségében fog megvalósulni. Ezek komoly nagy beruházások, közel 50 milliárd forint összegben. Belvízvédelem területén három nagy projekt indulhat el 2017-ben. A Beregi tározó térségében egy tájgazdálkodási program kezdődhet. Új csatornák, vízszétosztó csatornák, műtárgyak, vízkormányzó műtárgyak épülnek, illetve a Tiszából két helyen szivattyúzási hely is alakul, de azt jelenti, hogy szivattyúval tudjuk a Tiszából a vizet kiemelni, és akár Tarpától Lónyáig eljuttatni a vízszétosztó rendszeren. Az Ecsedi-láb területén két szivattyútelep korszerűsödhet, az Olcsvai és a Győrteleki szivattyútelepeken fognak jelentős rekonstrukciós munkát végezni. Az igazgatóság 2016-ban új feladatot is kapott, a mintegy 2200 km hosszú társulati csatornák megújítása, karbantartása, 12 szivattyútelep üzemeltetése az igazgatósághoz került. 42 helyszínen szeretnének napelemes energia előállító rendszert kialakítani. Folytatódhat a magyar-ukrán közös vízügyi program, síkvidéki tározók épülhetnek uniós forrásból a határ mindkét oldalán. Az árapasztóknak nem csak az árvízvédelemben, hanem a vízgazdálkodásban is fontos szerepük lesz. Ilyen lenne például a Kraszna folyó vízszállító képességének javítása, illetve vízpótló rendszer kiépítése. A Tiszaújlaki tározó végleges befejező munkálatait is 2017-re datálják. Gépek és informatikai eszközök beszerzésére több mint 1 milliárd forintot költött a vízügyi szervezet 2016-ban. A következő időszakban lesz lehetőség létszámbővítésre is, mondta el az igazgató. A rendszerek működtetésében fontos a közfoglalkoztatás, jelenleg is több mint 2000 ember dolgozik a téli közfoglalkoztatásban a vízügyi létesítményeknél.